2009 óta szervez zarándoklatot a Pécsi Egyházmegye májusban Mária Gyűdre. A Covid-járvány miatti szünet után idén a békéért ajánlották fel az utat. Az egyházmegye egész területéről érkezett hívek, akik Kertvárosban a II. János Pál útjánál gyülekeztek. Sokan voltak, akik először vettek részt ezen a közösségi zarándoklaton. Mi általában szoktunk járni ilyen zarándoklatokra, és interneten böngészve futottunk bele a püspök atyának a meghívásába, akivel személyes kapcsolatunk is van, mert ő adott minket össze. És hát erre a meghívásra mindketten úgy éreztük így belső indítatásból, hogy szeretnénk eljönni, meg hát úgy hallottuk, hogy a járvány miatt sem valósult meg sokáig ez a zarándoklat, úgyhogy mindenképpen szerettük volna kipróbálni, és hogy mi a lelki indítatás, hát sok üzenetet hoztunk a szívünkben, sok mindenért kell imádkoznunk, sok mindenért adunk hálát, és ezeket a szándékokat szeretnénk felajánlani. Nagyon sok dolgot hordozok a lelkemben, amiért hálás vagyok a Jóisten, illetve amit szeretnék még kérni, illetve ennek a zarándoklatnak a fő üzenete, ugye most a békéért indulunk útra, az szerintem nagyon fontos a mostani időszakban. A hívek közül többen sokatszor tették meg a lelki feltöltődést adó zarándokutat. Szerintem amióta van, talán egyen nem voltam, és nagy örömünkre, amikor most 2 évig nem volt szabad menni, mi azért 2 akkor is elmentünk, de hát meg az előtte levőre is, meg Bátára is, de hát azért nyilván váltuk már azt, hogy együtt mehessünk, mert azért mégiscsak más a hangulata a közösségben, úgyhogy ezt most még különösen nagy örömmel megyünk most együtt. Én nekem is a 4. zarándoklatom, és nagyon örülök, hogy végre megint offline tudunk zarándokolni. Én amikor 2020-ban nem szabadott menni, akkor a lányommal végigmentük. Tavaly már Ildi is csatlakozott, úgyhogy mi voltunk, akik így megtartottuk ezt a folytonosságát, hogy ne szakadjon meg. Az egyházmegye intézményeiből is sokan érkeztek a zarándoklatra. Én azt várom, hogy végig tudjam sétálni ezt az egészet, és ennyi. Elég rossz, hogy mi történik most a mai világban, háborúk, meg főleg ez a vírus. A 25 kilométeres utat csak nem ezren tették meg együtt. A zarándoklat vezetője, Felföldi László megyéspüspök főpásztorként most először zarándokolt a hívekkel közösen Pécsről Mária Gyűdre. A megyéspüspök minden résztvevőnek megköszönte, hogy kiki a maga módján hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap lelki feltöltődéssel és megérkezéssel érjen véget. Felföldi László kiemelte, hogy a világban zajló háborút és a bennünk dúló harcot csak is szeretettel lehet megállítani. Természetes, hogy a világ tragédiája nem csak az ukrajnai háború, hanem minden háború, ami most zajlik valójában. De hát ez van itt közel, ez van a szemünk előtt. Figyelmeztet bennünket a saját háborunkra, a saját életünk kríziseire, hogy abban is hogyan vagyunk. És a béke az először a szívben akar megszületni. Mindnyájan erre vágyunk. A békés, örömteli szeretetre. És ezt tanulni kell, ezt akarni kell, ezért áldozatot kell hozni. És ezért kell egy zarándoklatra is elindulni időnként, hogy kimozduljunk a saját életünkből, és nézzük meg, hol nincs béke, miért nincs béke. És hiszem, hogy egy ilyen út mindig megtisztít, elgondolkoztat, új fényeket, új reményeket hoz, és amikor megérkezik az ember, akkor rátalál erre a szeretetre, és rátalál erre a biztonságra. Hát én nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sokan eljöttek, és láttam az arcokon, hogy örülnek ennek a jelenlétnek, ennek a találkozásnak, Istennel, önmagukkal, és az embertársaikkal. Az egyházmegye kiemelt kegyhelyén írásos dokumentumok tanúsága szerint a 17. század vége óta csodás gyógyulások és Mária jelenések történtek. Az évszázadok során számtalan zarándok keresett vigasztalást, testi-lelki gyógyulást a Mária Gyűdi szűzanyánál. A zarándoklatok ma is lehetőséget nyújtanak az elcsendesedésre, a bizalom, a hit megerősítésére, a közösség építésére.